Sziasztok! A mai napon készültem nektek egy igazi ázsiai különlegességgel. Gyózát fogok nektek készíteni zöldséges és húsos változatban. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem. Nagyon gyorsan elkészül, úgyhogy kezdeném inkább a salátával. Répát és póréhagymát fogunk használni a salátánk elkészítéséhez, valamint fogunk készíteni egy dressinget is magához a gyózához, amihez használunk szójaszószt, mirint, más néven rizsesztetet, és cayenne chilit választottam hozzá, valamint friss fokhagymát. Vágjunk is bele, egy hámozó segítségével szép szeleteket fogunk vágni a répánkból. A szeleteket szépen egymásra fogjuk tenni, ez azért lesz fontos, mert kicsit széjjelebb húzzuk őket, és nagyon finom julienre fogjuk felvágni, és ezt majd jeges fürdőbe fogom behelyezni. Befelezzük, finoman lefektetjük egymásra, készület is a julien. Julien gyufaszál vastagságúra, annál vékonyabbra felszeletelt zöldséget jelent. Gyönyörű szép julient kaptunk, lehet látni. Ehhez nincs más a szükségünk, csak egy éles késre, és pár gyakorlásra, és néhány körömelvesztésre. Ezt behelyezzük a jeges vizes edényünkbe, tálalásunkig megvár minket. Következő a póréhagyma lesz. Ehhez mutatnék egy kis praktikát, hogy mire kell figyelni. Felhasználásnál először félbe kell vágnunk mind a két részét, és utána gondosan ki kell mosnunk, mert földet tud tartalmazni. Semmi dolgunk nem lesz ezzel, mint folyóvíz alatt alaposan kimosni. A másik részét szintén félbevágjuk. Folyóvíznél fogjuk ezt is átmosni. Papírtörőre kirakjuk, leszárítjuk. Innentől kezdve őt félfőre fogjuk vágni nagyon vékonyan. Készítsük el magát a dressingünket. Keresünk egy keverőtálat. Meg is vagyunk. Használunk szójaszószt, rizsecet, pici cukor, pici só és fokhagyma. A fokhagymát nagyon finomra fogjuk vágni, vagy akár lehet reszelni is. Ezt rakhatjuk is bele. És hogy stílusosak legyünk, evőpálcával elkezdjük elkeverni. Jó, addig keverjük igazából, hogy a cukor eloldódjon. A fokhagyma ki fogja adni az ízét, a cukor ki fogja emelni az összes alkotóelemnek a sajátosságát, a mirin ad az egésznek egy savasságot, dressingünk kihagyhatatlan alapanyaga a chili. Én egy cayenne chilit választottam hozzá, ami nagyon fontos, külön vágódeszkán vágom, kesztyűvel a kezemen, és a késem fogom utána máshoz használni, alaposan el fogom mosni, ne vigyük át más ételekbe azokat az aromákat, amit a chili tartalmaz. A kapszicin szétmarná az egészet, elronthatja akár a salátánkat, bármilyen főételünket. Nem utolsó sorban a kesztyű, azért kell ne nyúljunk utána csupasz kézzel szemünkbe, mert könnyezni fogunk vakulásig. Elég lesz bele egy pár szelet. Ez szépen tálalásig nekünk marinálódni fog, és ebbe fogjuk mártogatni a kis tésztabatyúinkat. Póréhagyma leveleknek lesz még szerepe. Finoman vékonyra julienre felszeleteljük. Póréhagymákat felvágtuk. És hogy miért is szeretem magát ezt a szakmát, a kreativitás. Vágás közben rájöttem, hogy nekünk van egy gyönyörű szép répánk julienre, ezért ezt is meg fogom forgatni a kukoricalisztünkbe, a póréhagymával együtt, és teljes értékű ropogós fogunk kapni. És még egy praktika, mert a praktikákból sosem elég, a belisztezett zöldségünket átszitáljuk, fölöslegesen ne kerüljön be a frituba liszt. Csipeszt fogom választani segítségül, az olajunkat felhevítettük, óvatosan szórva belerakjuk az olajba. Kezünkre vigyázzunk, mert ilyenkor a zöldségből a nedvesség gőzként kicsap, meg ne égessen minket, és a csipeszt segítségével kezdjük el kevergetni, hogy ne tapadjanak össze. Közben ide készítettünk már egy tányért papírral bélelve, amire rá fogjuk helyezni a zöldségünket, és miután már látjuk, hogy már nem igen sisterek tovább, kiszedjük, kihelyezzük a papírra, sózzuk, borsózzuk egy picit, átkeverjük. És ételünk fő alkotóelem igazából, amiről el is neveztük ezt az egészet, a gyóza. Ez nem más, mint egy rizstészta, meg van töltve, szépen meg van formázva, össze van hajtva, egy kis tészta batyucskáról beszélünk. Ez Japánban és Kínában is egy nagyon népszerű ételnek mondható. Többféleképpen el lehet készíteni. Lehet párolni, lehet gőzölni, lehet frituban sütni, és el lehet készíteni serpenyőben is. Én az egy kedvenc változatomat fogom elkészíteni, serpenyőbe fogjuk sütni, majd kicsi víz hozzáadásával átpárolni. Hogyha netán valaki a hústól óckodik, a zöldséges ajánlom, ő vegán termék teljes mértékig,
Én vegyesen szeretem, igazán, mert én mindenevű vagyok, és csippentek innen is, csippentek onnan is, nagyon jó lesz. Roppant egyszerű lesz, fagyasztott most is a termék, fagyasztva fogjuk elkészíteni, pár perc és kész is vagyunk. És mivel különböző a nagyság, azért külön-külön fogom elkészíteni, de ugyanazzal a technikával. Serpenyőt felmelegítjük, kicsi olívaolajat rakunk hozzá. Miután felmelegedett, belerakjuk a gyózákat, szépen minden oldalát át fogjuk pirítani. És utána adunk hozzá egy csöpp vizet, és ezzel bepároljuk, begőzőjük. Igazából mindent is használunk. Utána szépen forgatjuk, 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 míg minden oldal egyenletesen megpirul. És utána készülünk a tálaláshoz. Folyamatosan mozgatjuk, nézzük az alját, nehogy leégjen. Fordítsunk egyet. Így kicsit puha lesz, kicsit ropogós, belül pedig a töltelék krémes. Óvatos mozdulattal hozzáadunk egy kis vizet. Lefedjük. Nagyon szép aranybarnák a gyózáink. És ebbe behelyezzük már is a zöldségeset. Ennek is minden oldalát szépen le fogjuk pirítani. Rakunk hozzá még egy csepp olívaolajat frissen. Én itt közben a háttérbe azért megmutatom, hogy még hogy lehet elkészíteni. Bejelzzük a fritukasárba, és készre sütjük a forró olajba. Ezt azért ne csinálják utánam. Adunk hozzá ehhez is egy kis vizet. Óvatosan. Magunktól eltartva. Járja át, lefedjük, közben megnézzük a fritunkat, ahol szépen sül a maradék batyú, visszarakjuk a húsosat is, még egyszer átforgatjuk egybe, az év minden napján fogyasztanám igazából, kis snacknek is tökéletes. Készen is vagyunk, elzárjuk, nincs más hátra, már csak tálalnunk kell. Ha tetszett a videó, lájkolj minket, iratkozz fel a csatornánkra, és egy kattintás után szeretjük is az alapanyagot.